Nem is olyan egyszerű a láb használata nélkül labdajátékozni, két botra támaszkodva járni, kerekes székkel közlekedni, illetve a kéz használata nélkül festeni. A színes iskolában hagyományosan nagy hangsúlyt fektetnek a teljes élet megismertetésére, amibe beletartozik a kisebb, a nagyobb, a soványabb, a kövérebb, a bátrabb, a bátortalanabb életérzések megismerése. Hogy van olyan is, ami nem átlagos ugyan, de mégis értékteremtő. Kipróbáltuk a szájjal festést, például tolókocsisztunk, kipróbáltuk az ülő röplabdát, hogy átéltük egy kicsit ezt a helyzetet. Nagyon, hát hogyha ebbe kéne élnünk, akkor lehet, hogy nagyon borzasztó lenne, de így egy kicsit ilyen viccesebb volt. Hát nekem van több ilyen ismerősöm, és én eddig is fel tudtam dolgozni azt, hogy ők ilyenek. Igen, amiben tudok, akkor segítek. A másságnak az elfogadása és a tisztelete az mindig is benne volt 20 éve az iskolában, de hogy ezt most mégiscsak ilyen konkréttá és kézzel foghatává akarjuk tenni. Szemüvegesek, kövérek, soványok, mozgássérültek, ezek mind vannak itt, kicsit őrültek is vannak, kicsit nyomorékok is vannak, és azt próbáljuk, hogy ez úgy hívjuk, hogy érzékenyítő nap, az ability nap, voltak már a láthatatlan kiállításon, az is lesz, és most a mozgássérültekről szólnak ezek a napok. Múlt héten a felsősök volt, most az alsósoknak. Hát mindig van aktualitása, én szerintem, hogy itt van a szomszéd idősek otthonában egy bácsi, akinek nincs egy lába se, és kodolókorikon itt ül egész nap az ajtó előtt, és szereti, hogy oda mennek a gyerekeink hozzá, és beszélget velük, és integet nekünk, hogy olyan szívfájdító ez, hogy tanulják meg ezek a gyerekek, hogy nem csak olyan tüktig, és jól ápolt, és jó szituált gyerekek vannak itt, hanem meg nem csak itt, hanem az életünkben. Most a mozgássérülteknek van egy kerekesszékes mankós próbálkozás, vettem a piacon kerekesszéket, még a tavasszal. Mankóval, akkor van szájjal festés, el szoktam nekik mondani ezt, hogy még mindig élnek olyanok, akik az 50-es években a gyerekparalízis okán vastüdőbe kerültek, és szájjal festenek, és van még a sport ügyében, hogy ülőröplabda lett volna, hogyha nem esik az eső, de bent is ülve, tehát a lábuk használta nélkül játszanak, és hogy tele vannak örömmel. Nagyon jól sikerült a múlt heti ilyen napunk. Felsősök nagyon megcsendesedtek, nagyon megérintette őket, és azt szeretném, hogy tudnák, hogy az élet az ilyen, hogy nem mindig habos torta, hanem van, amikor nem olyan egészen.